ott ö, kivették a, holttestet holtestet a a akkor még nem biztos, hogy holtest volt, ugyanis útközben, hogy távoztak, hallották a rendőrnek a nyöszörgését, tehát amikor a helyszínen fejbe ütötték, akkor nem halt meg, akkor még útközben félreálltak, és akkor a sós ö, a tengelyen még egy párszor fejbe vágta a szegény rendőrt. Ecser közelében egy ilyen földúton félreálltak, ott kivették, az ő torkát is elvágták, ástak közben egy gödröt, ö, és oda temették el a, a holttestét. Köszöntöm a Budapesti Zsaruk podcast adásának hallgatóit és nézőit! Újra egy visszatérő vendéget köszöntetek a stúdióban, Csizner Zoltán rendőr ezredes urat. Szia Zoli, köszönöm szépen, hogy elfogadtad újból a meghívásunkat. Jó napot kívánok, üdvözlök én is mindenkit, és én köszönöm a lehetőséget egy ilyen beszélgetéshez. Ma is nagyon érdekes és izgalmas témánk lesz. 1979-ben megyünk első körben vissza. A fiatalok kedvére akkor mondom, hogy még Magyarországon javában dübörgött a szocializmus, a kárdári rendszer, még nem vegetált. Szovjetunióban Leonid Ilyich Brezsnyev volt az elnök Amerikában Jimmy Carter és második János pápa volt a pápa. 1979. júniusa egy megszokott nyári hétköznap, én talán akkor negyedik osztályos voltam és közel laktam a bűncselekmény helyszínéhez, és így halványan bennem él az akkori híradások, amikor is a rádióba és a tévébe berobbant, hogy rendőrgyilkosság történt Budapesten. Hogy indult ez az egész történet? Mit, mit, tudhatunk róla, és kik a fő szereplői? Hát ez akkori viszonyok között is egy nagyon-nagyon kiemelkedő ügy volt, egy nagyon kiemelkedő bűncselekmény. Ugye egy olyan rendőrt öltek meg, aki a szolgálatot látta el, szolgálatot teljesített, 18. kerületnek a kivezető útszakaszán, egy őr bódéban. És ez is egy érdekes fogalom, hiszen a mai világban, a mai fiatalok, ahogy itt ahogy megszólítottad a az előbb ezt a generációt már nem nagyon emlékeznek arra, hogy korábban Budapest környékén, a Budapestet kivezető utakon, fa búdékban rendőrök láttak el szolgálatot. Egyrészt, hogyha valami rendkívüli esemény történik, akkor akkor zárni Budapestet körülzárni, másrészt pedig egyéb feladatokat láttak el, kaptak, jegyzetelni kellett például a diplomatautóknak a rendszámát, tehát rengeteg plusz feladatot láttak el. És azt nem tudom, hogy tudod-e, hogy a fakabát is innen származik egyébként, hogy ez a, a bódé, ez a fa, nem fá, fából épült bódé adta a rendőröknek a fakabát nevet, ami ugye hát a, a zsaruknak egy, egy világból a pesti flasteron elfogadott neve volt. Úgyhogy egy ilyen szolgálti ilyen Egészen pontosan az ötös számú őrhelyen látott el szolgálatot. Ez Budapestnek a keleti oldala, a négyes számú főút, régen Steinmet szobor volt Igen. ott, ami most már a múzeumparkban található, és ez a Liszt-Ferenc repülőtér és a Vecsisi Outlet Center magasságában volt ez a szobor, illetve ez a, ennek a rendőrnek a felállítási helye. Igen, hát akkor még nem több út, hanem egy-kétszer út vezetett ki a fővárosból és itt látott el szolgálatot Gyulai Károly, aki egyébként egy 45 éves rendőr volt, akkor aztán talán pont 10 éve dolgozott a 18. kerületi kapitányságon. 5 éve gyakorlatilag ugyanazt a szolgálati feladatot látta el, tehát minden szolgálatát ebben a felállítás helyen, ebben a fakabádban teljesítette. És mindkét kiderült Szegének pont ez lett a veszte, hiszen az elkövetők nem véletlenszerűen választották is sem a helyszínt, sem a rendőrnek a személyét, tehát készültek rá, pontosan tudták, hogy egy szolgálatkész, segítőkész rendőről van szó, és ezt bele is építették az ő tervükbe, tehát ezzel számoltak. Családos két gyereke is volt, ha jól három, én én, én hát, hát, három emlékszem. Három gyermekre emlékszem, igen, tehát egy, egy teljesen rendezett e, családi életet élő rendőről beszélünk, aki már hosszú éveket szolgált a rendőrség a belügyminisztérium állományában. És ezzel szemben pedig volt egy bűnözői csapat, Magát a rendőrgyilkosságot hárman követték egyébként el, de többen kötöttek hozzájuk, több bűncselekményt követtek el. Ennek a csoportnak a vezetője, vagy a magja egy Sós Lajos nevű fiatalember volt, a rendőrgyilkosság idején 36 éves 36. évét töltötte be, többször volt büntetve olyan ellen a bűncselekmények miatt, és közel 10 éve tervezte egyébként ezt a bűncselekményt, mint kiderült a terve az volt, hogy fegyvert szerezzen, ugye ennek az út elzáró vagy ennek a szolgálti feladatnak a felszerelése között, hogy a pisztoly is volt, maroklő fegyver, illetve sorozatlövő gépkarabély, és ezt a gépkarabélyt szerette volna megszerezni géppisztolyt, és ezzel a Nemzeti Bankot akarta egyébként kirabolni. Hogy ennek mennyi realitása lett volna, én azt gondolom, ez, ez jellemzi az ő szellemi színvonalát, de hát sajnos ez ember életekbe került ez a terv és ez a, az elképzelés, és mint mondtam, ezt ezt a konkrét Steimet Szobornál szolgáltatott teljesítő rendőrnek a, a megölését tíz éve tervezte, és hát hosszú hónapokat készítették elő magának a, a, Gyulai Károlynak a megölését. Ne rohanjunk még ennyire előre ebbe az ügyben. Minden bűnözőnek van egy életútja, egy szakma, szakmai életútja. A Sósnak és a társainak is volt már korábban elkövetett bűncselekménye, kiemeltebb bűncselekmények, idézőjelbe betéve a betöréses lopásoknál. Ezekről ha egy pár szót, ezt megköszönném. Mind ő, mind a, a társai többszörösen börtönviselt emberek voltak, a említetted, vagyon elleni bűncselekményeket követtek el, rendszeresen betöréses lopásokat, lopásokat, gépkocsi feltöréseket. A sorsnak a felesége ugye üzletszerű miatt volt többször büntető eljárás alatt. Tehát gyakorlatilag egy klasszikusnak mondható bűnözői csoport és egy bűnözői életút, és a kapcsolatok is javarészt innen származtak, hiszen azok a, a bűntársak, akik ebben, illetve több ö, emberölést követtek el, a többi emberölésben társai voltak, azokat részben, illetve jelentős részben a, a börtönben ismerte meg, és hát itt alakultak ki olyan kapcsolatok, olyan olyan bizalmi viszonyok, ami amiben végig is tovább tudta vinni ezeket a, a terveit, ezeket az elképzeléseket. Ezek a korábbi életes balhék, ezek ö, mik, mik voltak? Hát, hogyha időrendben megyünk, és most nem a felderítés, mert hogy az, az ugye pont fordítva működött először a, a rendőrgyilkosságot sikerült az akkori Akkor maradjunk a rendőrgyilkosság, Ez Szerintem jó, jó, az, jó irány a, felépített életút, hiszen ez mutatja, hogy hogy alakult, hogy változott ez a fajta bűnözői karrier az ő, ő életében. Még a 60-as évek elején a Sós Lajos különböző vagyonelleni bűncselekményeket követett el, lakásbetöréseket, gépkocsi feltöréseket amiben egy akkori munkatársa volt a, az ő társa, aki nála gyengébb fizikumú volt, gyengébb terhelhetőségű, tehát egy idő után attól kezdett félni a Sós Lajos, hogyha őt esetleg a rendőrség megszólítja, Vallani fog, beismerő vallomást tesz, és hát oda az ő múlandó szabadságának visszakerül a börtönbe, és elkezdet hát elkezdett gondolkozni, hogy mit lehet ezt erre vagy hogy, hogy lehet ezt a helyzetet megoldani. És hát ekkor találkozott egy volt börtöntársával, Varga László valaki egyébként egy pár évvel idősebb volt, börtönben egy, egy nagy barátság alakult, kiszabadulás után tartották a kapcsolatot, és hát elpanaszolta neki a, a, a problémáját, és megtalálták a megoldását, meg kell ölni ezt a munkatársat. És ez olyan jól sikerült nekik, hogy ez hosszú évekig látenciában maradt, sőt gyakorlatilag a a büntetőeljárás, a rendőrgyilkosság feldirítése után sem lehetett rájuk bizonyítani, ugyanis azt találták ki, hogy elhívják a, Dunapartra fürdeni ezt a kollégát, rábeszélték, hogy másszon be a Dunába, és utána egész egyszerűen nem engedték ki mászni. Tehát nem engedték partra kerülni, többször vissza lökték, volt, amikor a sós azt állította, hogy bottal is verte, volt, amikor, amikor csak kézzel történt bántalmazást ismert el, de lényeg az, hogy a vége az lett, hogy elnyelte a, a, a Duna, és hát nem tudtak róla többet. Ez valamikor 62-63-ban történhetett, tehát, és ugye 79-ben derítették föl a rendőrgyilkosságot, tehát 16 év telt el ezt követően. És akkor a kollégák elkezdtek visszafele keresgélni, hogy vajon ki lehetett ez, mert hogy a sós a kollégának a nevét sem tudta, annyit tudott róla, hogy István és így próbáltak össze rakni egy történetet, hogy vajon ki lehetett az a volt munkatárs, aki, aki eltűnt abban az időben, és ezt meg is találták a, a volt munkahelyének a személyzeti anyagában. hogy akkor 21 néhány éves fiatalember egyik napról a másikra eltűnt semmit, nem tudtak róla. És érdekes módon abban az időben, amit a Sós megjelölt, hogy megfürdették ezt a kollégát, egy pár nappal később a Nudából a Pesti oldalról kifogtak egy, vagy előbb kikerült egy férfi holtást, aminek az életkora, a vízbekerülés dátum az mind-mind az egyezett ezzel, de hát ugye nem találtak idegen szükségre utaló nyomot, hiszen ugye élve került a vízbe, nem volt rajta bántalmazásnak a nyoma, eltelt egy hét, vízben volt a holtest, tehát azonosítani sem lehetett így nem a kor lehetőségeihez. Igen, kép. igen, tehát hogy a, a névtelen volt, tehát azonosítatlan, illetve a halálokot sem tudták igazából megállapítani, Fulladást állapítottak meg, ami egyébként valószínűleg tényleg igaz is, hiszen belefulladt a Dunába, csak hát hogy miért fulladt bele ez, ami, uh -huh. amit akkor nem tudtak megállapítani, és így ő, akkor meg is szüntették azt az eljárást, amit lefolytattak. És mivel ez eltelt 16 évben, most sem lehetett kijelenteni, hogy az, az, az férfi azonos volt a, a sorség kollégájával, gyakorlatilag ezt az ügyet nem is nagyon tudták vizsgálni, és nem is tudtak ellenük vádat emelni. Uh -huh. Akkor ebben a, a történetben. De ez volt 63-ban, ezt tekinthető, én azt gondolom. Sós Lajosnak és hát Orga Lászlónak az első emberölésének, aztán még ezt négy követte egészen 1979-ig. Erről a négyről tudsz valamit mondani nekünk? Hát persze. <laughs> a következő emberölésük az 1972-ben <kül> történt, akkor a Sós Lajos feleségének a, a szülei Török Bálinton laktak, és a szomszédban lakott egy idős néni, forgasné akinek azt gondolták, hogy nagyobb vagy van, sok pénze műszaki cík, és egy másik volt börtöntársával, György Józseffel, aki egyébként később a rendőrgyilkosságban is már szerepet vállal, egy este visszamentek a nénihez, megölték, felvágták az ereit, megfojtották, gyakorlatilag kirabolták a, a házat, Túl sok mindent nem tudtak elvinni, hiszen egy szegényesen élő néniről beszélünk, de hát sóséknak minden forint számított, úgyhogy ezt egy sikeres akciónak tudták be. És érdekes, hogy erről az emberölésről egyébként elég sokan tudtak. Tehát tudtak a, tudott a felesége, tudott a feleségének a szülei, de mindenki, aki valamiféle információval rendelkezett, azt megfenyegette, és a fizikuma, az agresszivitása, az gyakorlatilag az... Célba is ért, hiszen senki nem mert erről beszélni. Ez később derült ki, 79 után, hogy hát erről azért többen tudtak, hogy ezt ők követték el. Ez olyan ki nem mondott titok volt a, a családon belül. A rendőrség nyomozott, és hát a tettes ismeretlen volt, amiatt aztán megszüntette a nyomozást, az eljárást, és ez volt Sósnak és György Józsefnek az első közös emberölése. Aztán volt még egy emberölés, ami egy pénzügyőr sérelmére elkövetett emberölés, és ez lehet, hogy meg is előzte még a farkasnét, hiszen az 68-ban e, történt. E, Sós már ekkor fegyvert akart szerezni, és e, a Varga Lászlóval, akivel ugye a korábbi emberölést e, elkövette, e, egy kocsmában össze akadtak, a Vargának az ismerettségi körébe tartozott e, egy pataki nevű pénzügyőr, örmester és az ő ö, megülését tervezték el, hogy így szerezzenek fegyvert. Már akkor volt ö, egy fegyverszerzési szándéka, vagy, vagy el tökéletes. fegyverrajongó volt a sós? Nem a fegyverekhez rajongott, ő a fegyverrel egy nagyobb balhét akart mindig elkövetni. Tehát ugye 79-ben már a Nemzeti Bankot célozta meg, ö, hogy annak az aranykészletét hozza el, de mindig is egy nagyobb rablást, mindig is egy, egy jelentősebb rablást készült elkövetni. Azért azt tudni, hogy abban az időben egyrészt az áruházak bevételei mind készpénz volt, hiszen bankkártya átutalás nem nagyon működött. Biztonsági sark sem a, voltak. Igen, és a pénzszállítás sem úgy zajlott, mint most, tehát nem felfegyverzett pénzszállítók, erre szakosodott cégek mindenféle biztonsági berendezéssel és intézkedésekkel szállították, hanem sokszor a, a vállalatnak a pénztárosa egy gépkocsi vezetővel hozta ki a bankból a dolgozók fizetését, és azért 100-150-200 főnek a fizetése, őrzés nélkül, tényleges védelem nélkül az csábítópréda volt, tehát ezért ragaszkodott ő, ő a fegyverhez. Úgyhogy szegény pénzügyért elhívták a, a sósnak a vecsési házához, ott leitatták, megölték, majd elmentek a 13. kerületi lakásába, pénzügyőrnek a lakásába, ott a lakásból elhozták a fegyverét, meg egy magnót, és gyakorlatilag így megszerezték azt a fegyvert, amire hően ennek utána néztem ezeknek a sztoriknak, és elég brutálisan végeztek vele, mert azt uh, tudtam meg, hogy baltával szétverték Igen. a fejét, illetve még egy bajonettel le is vágták, és amikor eltemették, akkor a fejét a lábához Egyre uh, nagyobb volt a vandalizmus, a, a vérszomj ezekben az emberekben, azt gondolom. Sosnak ö, a, a fizikuma ö, magába hordozta azt, hogy egyébként mindent ö, gyakorlatilag meg tudott valósítani, amihez erő kell. Volt benne egy egy iszonyú agresszivitás, tehát nem tűrt ellentmondást, és nem tűrt ö, semmiféle ellenfelet, és ez a, ezek a szituációk, amikor mondjuk valakit meg kellett ölni, pedig szerintem egyszerűen kiélte ezeket <hül> a a, a vágyait, ezeket Aha. a hajlamait. És érdekes módon ö, a Pénzügyőrt nem rögtön ölték meg. Tehát először leitatták, ellopták a kulcsát, elmentek a lakásba, visszamentek, majd amikor szusszantak egyet, akkor jöttek rá, de hát el fogja mondani, hát senki más nem férhetett hozzá, és gyakorlatilag hajnalban ezt követően ölték meg, és akkor pecsétől meg igazából a sorsa. És itt e, a, a, a műsor, vagy a felvétel előtt beszélgettünk, hogy mindegyik áldozatnak valamiféle köze, valamiféle a vezetett hozzájuk. Itt ugye Varga Lászlónak a baráti köréről beszélünk. A pataki féle emberről, egyébként azért nem vált egy kiemelt ügyé, mert a korábban volt egy diszidálási szándéka, és akkor itt a fiatalok kedvéért van, de el kell mondani, hogy abban az időben nem lehetett nyugatra utazni. Ugye csak nagyon szigorú ellenőrzést követően, szigorú feltételek fennállás esetén Kapott valaki útlevelet, tehát ha valaki nyugatra szeretett volna utazni, az, az egy külön kegy volt. És ebbe szegény Pataki nem fért bele, uh -huh. és sokan azt gondolták, a feleségétől kezdve a barátai, hogy hát úgy tűnt el a környezetéből, hogy nyugatra távozott, és ezért nem is kezelték ezt emberölésként, vagy gyanús eltűnésként, egész egyszerűen egy nyugatra szökött pénzügyőrként kezelték őt. És egészen 79-ig, amíg Sós Lajos erről nem beszélt, addig a holteste ott feküdt a Vecsési háznak a, hm. az udvarán. És volt még egy emberölés? sük, még a Sós előtt, a családapa? Igen. Ugye kezdték a volt munkatársa, szegény pénzügyőr, az idős néni Török bálinton, és 79-ben már nagyon készültek a rendőrnek a, a megölésére, és ebben voltak ellentmondások a, a vallomásokban, hogy... Ez már a rendőrgyilkosságnak egy főpróbája volt, vagy pedig egy, egy konfliktus helyzetnek a megoldása. De tény az, hogy egy közeli kocsmában e, a német István, akiről annyit kell tudni, hogy 20 éves volt a, a bűncselekmények idején, és emiatt egyébként nem is lehetett őt halára ítélni a, a, az ítélethozatalkor. E, e, Német, Sós Lajosnak a munkatársa volt, és a Sós Lajos felismerte benne, vagy felfedezte benne azt az ideális bűntársat, aki hasonlóan agresszív, hasonlóan elvetemült. Kis német néven becésztem. Igen, kis német néven ö, emlegették, és egyébként érdekes módon a, a Sós Lajos a tárgyaláskor azt elmondta, hogy, hogy ö, a társaságban a német volt a legkegyetlenebb. Tehát hiába a legfiatalabb, mégis a, a legkegyetlenebb. Tehát lényeg, hogy ezzel a, a német Istvánnal italozott egy közeli kocsmában sós, és egy másik asztaltól átült az egyik ismerősük, meg egy negyedik akkor ismeretlen férfi, eléggé leittasodtak, és hát arra kérte az ismerősük, hogy szállítsák őket haza kocsival. Az ismerőst kitették a lakásuknál, és ezzel az ismeretlen férfival utaztak tovább. Aztán a sósnak hát valahogy bevillant, hogy ebből pénzt is lehet csinálni. Először fuvardíjat követelt a, a későbbi áldozattól majd az óráját. Ez persze ő nem akarta adni. Kiszálltak a kocsiból, akkor elkezdtek dulakodni, akkor már szegény áldozat érezte, hogy itt, itt, itt sokkal nagyobb a tét, mint az órája és a készpénze könyörgött. De hát sós és német nem kegyelmezett neki. A tvecsés határában az út mellett gyakorlatilag végeztek vele. Fejét verték, illetve késsel megszurkálták. Először ott elrejtették egy közeli bokorba hazamentek, de itt is hajnalban átgondolták, és rájöttek, hogy ez, ez, könnyen felismerhető. Ráadásul ugye volt egy negyedik személy, aki az ő ismerősük, és hozzáig köthette volna, hisz ugye velük távozott a kocsmából, úgyhogy elvitték vidékre, Cegléd mellett török -Szent Miklós határában ásták el egy mezőgazdasági területen, és hát ezt a férfit ugye eltűntként kezdték keresni, de ez gyakorlatilag két héttel a rendőrgyilkosság előtt volt. Tehát ez ennek igazából a, a nyomozása nem is tudott kifutni teljesen, hiszen egy eltűnésbe indult, nem is utalta arra semmi egyébként, hogy emberölés lenne, és hát két hét múlva meg már a rendőrgyilkosság megtörtént. Ö, azt nem lehet tudni, hogy ez tényleg a pénzen karórán történő összeveszésnek az eredménye lett ez a fajta emberölés, de az tény, hogy mind a német, mind a, a sós ezt úgy kezelte, hogy hogy lehet egy holttestet a csomagtartóba tenni, hogy lehet lejutni, hogy lehet elszállítani. Tehát ez mégis valahol a rendőrgyilkosságnak azért a fő próbája lehetett. És akkor most hát érjünk rá a rendőrgyilkosságra. Ugye említetted, hogy figyelték a, <coughs> a Gyulai Károlyt több napon keresztül, és a, a rendőrnek a jó indulatát is feltérképezték, tehát látták, hogy ő ha baj van, akkor oda megy és segít, és ez, ez volt a rendőrnek a veszte. Hogy zajlott maga a bűncselekmény erről, mit tudunk? Hát ugye a Sós Lajos, a Német István készítette elő, ők figyelték meg, ők tartottak terepszemlét, és a valamások alapján a Sós egyébként ismerte is a Gyulait, tehát hogy megállt beszélgetett vele korábban, hiszen ő ugye azon a környéken lakott, ő nap mint nap eljárt az őrbódi előtt, és amikor kiszámolták, hogy hogy vannak a szolgálatok, ugye 79. július 9-én este lépett szolgálatba a Gyulai Károly, akkor kilencedikén délután felkeresték György Józsefet, aki addig nem tudott a tervezett rendőrgyilkosságról. Elmondták neki, hogy mik a tervük, mit szeretnének, és vitatkozás nélkül beleegyezett, tehát nem nagyon kellett őt győzködni, és így hárman indultak el Sósnak a, a tulajdonában lévő bordószínű e, gépkocsival, egy ih rendszámú e, gépkocsival, egy fiattal. És gyakorlatilag e, hát elkezdték... E, elkezdtek körözni, elkezdtek ott a helyszín közelében mászkálni, és várták a megfelelő pillanatot, amikor már csillapodik a, a, forgalom, amikor e, már egy kicsit a figyelem is lankad, és megpróbálták ezt az időt kivárni, ezt sikerült is nekik. Hajnali kettő óra előtt nem sokkal megálltak az őrbódétól egy pár száz méterre, műszaki íbánt, e, színleltek, és a rendőr oda is ment hozzájuk, hogy számoltak felajánlva a segítségét, az elemlámpáját kérték, visszament a bódéba, visszért az elemlámpával, és ahogy a szegény rendőr visszaért, a motorháztetőt fölnyitva behajoltak, és akkor egy Warburg féltengelyjel fejbeütötték, majd betették a csomagtartóba, közben a német, lást, vagy a, igen, a német isten visszaszaladt az őrbódéba a gépfegyverért, hiszen a rendőr ide nem hozta, de annyira ideges volt, hogy nem találta meg. Úgyhogy az a fegyver, amiért egyébként mentek, mentek az ott maradt a, a helyszínen, E, amikor betették e, szegény rendőrt a csomagtartóba, akkor a pisztolya kiesett, azt még fölvették, tehát a, a rendőrnek a maroklő fegyvere, a pisztolya, az, az hozzájuk került, és gyakorlatilag így hagyták el a, a helyszínt. Egy közeli e, kukoricásba e, álltak félre, ez egy 10 kilométerre lehetett ecser irányába, ott e, kivették a, a holtestet a, a gépkocsóba, tehát akkor még nem biztos, hogy holtest volt, ugyanis útközben, e, hogy távoztak, meghalották a rendőrnek a nyöszörgését. tehát amikor a helyszínen fejbe ütötték, akkor nem halt meg. Akkor még útközben félreálltak, és akkor a sós a tengelyen még egy párszor fejbe vágta a szegény rendőrt. Nem lehet tudni, hogy a halál igazából mikor állt, be. lényeg az, hogy ecser közelében egy ilyen földúton félreálltak, ott kivették, az ő torkát is elvágták, ástak közben egy gödröt, és oda temették el a, a holttestét. Ugye a pisztolyt magukhoz vették, eldobták azt az ásót, a féltengelyt ott a közelben, amit, amit használtak, és utána hazamentek. hogy gyakorlatilag várták, hogy, hogy mi fog történni. Aztán, amikor észlelték azt, hogy túl nagy ennek a, a rendőrgyilkosságnak a, a nyomozása, túl nagy volumenű a felderítés, akkor egy kicsit bepánikoltak, és megszabadultak a fegyvertől. A a 18. kerületben egy SZTK-nak a női mosdójába rejtették el hatta múlva. Ö, és hát gyakorlatilag így úgy halt meg szegény Gyulaikáról, hogy igazából értelmetlen, egyébként is értelmetlen lenne egy ilyen halál, de hogy még a fegyvert sem tartották meg, tehát ö, nem, nem nagyon volt az, a sósék oldaláról sebb értelme ennek az elke, emberölésnek, mint ahogy egyébként a patakitól, tehát a pénzügyörtől ellopott fegyvertől is megszabadultak, mielőtt használók uh -huh. volna. És hogy gondolom a kollégáid fedezték fel, hogy a Gyulai Károly nem áll a, a, azon a helyen, ahol neki örködnie kellett volna, így indult el maga a nyomozás, és hogy találták meg a holtestet? Milyen aparátussal kezdett dolgozni a rendőrség? Erről van információ? igen, hogy e, tizedikére reggel fél ötkor, hajnali fél ötkor ment az ellenőrzés, ugye parancsnoka a Gyulai Károlynak a az őrbódéhoz nem találta, próbálta többször hívni, közelben, távolban, ugye sehol nem került elő, akkor érezték, hogy baj van, hiszen a Gyulai Károlyt egyébként nagyon lelkiismeretes, nagyon precíz jó munkerőnek tartották, tehát azt tudták, hogy nem arról van szó, hogy valahol lazán látja a tehát hanem valami baj érte. Itt azt nem lehetett tudni, hogy rosszul lett, és esetleg úgy vagy, sérelmére bűncselekményt mint követtek el. És hát másnap délig folyt egyfajta kutatáskeresés, és ekkor találták meg egy pár száz méterre, vagy pár, igen, pár száz méterre a bódétól azt a vértócsát, ami már abban az irány mutatott, hogy itt, itt életellenes bűncselekmény történt, amiről persze mindenki gondolta már addig is, hogy ez történt, csak ez volt az első olyan konkrét adat, konkrét bizonyíték, ami, ami átvillentette az addigi félelmet alapos gyanúvá és ahogy én utána néztem még a történeteknek ez konkrét információt közölt maga a, a helyszín ez a vérnyom a bűncsekmény elkövetésének időpontjára is úgy tudom, hogy volt egy tanú, aki arra közlekedett és ö, látta Gyulai Károlyt kommunikálni három férfivel ö, ilyen egy óra magasságában lekérték az időjárás jelentést olyan kettő magasságában már eső volt, és a helyszíni szemle, hogy dicsérjük itt is a, a helyszínelőket nagyon jól dokumentálták azt, hogy az a vértócsa, amiről beszéltél, az már be volt száradva az aszfalton, és a víz nem tudta elmosni. És ezért lehetett leszűkíteni egy talán egy fél órás időintervallumra azt a... Kettő órakor kezdett el esni az eső, és kettő óra elé tették a, az elkövetés időpontját, és egyébként fél kettőkor még volt olyan tanú, aki biztosan látta a Gyulai Károlyt uh -huh. a szolgálti helyén, és egyébként még ezt az eső előtti elkövetést Igazolta az is, hogy az eső kabátja is az őrbódéba maradt. Tehát, hogy a szakadó esőbe megy ki segíteni, akkor vélemezték, hogy, hogy, rajta van. Úgyhogy ez tény, hogy, hogy sokat segített. És a tanú, az egyébként egy nagyon jó tanú volt abban a, a, az ügyben, vagy ebben az ügyben, hiszen mindent nagyon pontosan mondott el. Egyetlen egy dologban tévedett, a kocsinak a típusában ő egy, egy bordos kodát vélt látni. Ez ugye ez a fiát, ez a gyakorlatilag a Zsiulinak, a Ladának az a olasz testvére volt, tehát ezt, ezt keverte össze, de egyébként ez az ellenőrzés. Ugye a bordó autókat kezdték el ellenőrizni, ez hozta meg többek között az eredményt későbbiekben, hogy ez is hozzájárult a, az eredményhez. Ha már autók, akkor engedj meg egy kis statisztikai adatot, amit közöljek. A nyomozás során 180 ezer emberrel beszéltek. 180 ezer emberrel. egymillió millió gépkocsi nyilvántartását rostálták át. Ebből 14 ezer gépkocsit közvetlenül ellenőriztek az országban. Ez fantasztikus teljesítmény. Készítem, Igen? És 7000 gépkocsinak meg elvégezték a technikusi vizsgálatát. Azt a mindenit. Mert hogy ugye a Gyulai Károly holtestén, vagy a ruházatán találtak olyan festékmaradványokat, amiből a fizikusok megállapították, hogy egy bordó Neolux festék ö, szemcse. Tehát gyakorlatilag tudták, hogy milyennek kell lenni annak a csomagtartónak, ami uh -huh. beszállították a... A holtestet, és hogy ezt, ami fölmerült autó, és nem lehetett valami miatt egyértelműen kizárni, az technikus vizsgálta, tehát mintát vett magyarul az autóból, és ebből volt egy, egy vizsgálat, ez, ez 7000 volt. A kor, a kor, bocsánat, a korhoz képest, akkor nagyon jó működött a, a nyomozói, illetve a szak, szakértői apparátus. Maga a nyomozás félelmetes volumenű volt, tehát Egyrészt a tárgyi súlya is ezt uh, igazolta. Tudjuk, hogy mekkora a létszámú csoport nyomozott ebbe az ügybe? Úgy Azt tudom, olvastam, vagy hallottam, hogy munkásőrök BRF... is besegítettek. Már nyilván egy ilyen terepkutatásba vagy, vagy adatgyűjtésbe. A BRF-ken és a megyén hoztak létre egy-egy törzset, vagy egy-egy nyomozóbázist, a BRFK, aki kimondottan ezzel az ügyel foglalkozott, 160, és 60 fő volt Pest megyétől. Tehát egy 220 fős nyomozó csoportról beszélhetünk. Tehát gyakorlatilag egy hónapig, 30 napig minden éjszaka kint voltak, és minden autót megállítottak, hogy tanukat kutassanak, hogy kiláthatott ott valamit, aki ott napi rendszerességgel eljár. Ugye közel van a Nagybani piac, a repülőtér, uh -huh, rengeteg építkezés volt akkor, tehát sok visszatérő utas volt. Ugye az autókat, amiket említettél, egyrészt az IH-s, ja, hogy e, ugye ez a tanul látta a Bordó autót e, a e, elkövet, elkövetés helyszínén állni. De voltak olyan bejelentések, akik egy IH-s Bordó autót láttak a 18. kerületbe jönni-menni, gyanúsan, és ezt már egy kicsit össze e, rakták. rakták. hogy hát jó lenne mind a kettőt megtalálni, ha meg ugyanaz a kettő, akkor meg különösen. Tehát így az IH-s rendszám autókat is elkezdték ellenőrizni. Tehát e, jó irányba mentek, és ami egy másik érdekessége ennek az ügynek, hogy e, igazi számítógépes adatfeldolgozás az először ebben az ügyben kezdett el megvalósulni. Hm. 60-as évek végén a belügyben e, megszületett az a döntés, hogy nyitni kell ebbe az irányba. Addig a titkosszolgálatoknál volt ilyen e, fejlesztés, és egy titántervet jóvá hagytak és létrehoztak, ami gyakorlatilag a az, Korábbi adatfeldolgozónak, adatfeldolgozásnak volt az előkészítése, és a vizsgati osztály, vagy vizsgati osztály akkor letette egy javaslatot, ami ennek az ügynek a számítógépes adatfeldolgozását célozta meg. És egy tájékoztatási kor és koordinációs központot, egy TKK-t hoztak létre, és az összes bejelentést elkezdték fölvinni adatlapokra kódolták, és gyakorlatilag külön a, a helyszínre, a bejelentésekre, a sértett kapcsolatára. Tehát mindenre voltak kódok, és ebből próbáltak meg egy kereshető adatbázist létrehozni. Az egésznek egy nem is hibá, inkább hiányossága az maradt, hogy szerencsére hamar meglettek az elkövetők, és nem tudott teljesen kifutni tehát nem tudták feltölteni, és nem tudott igazából segítséget nyújtani, hiszen a, a nyomozói talpas munka az, az előbb meghozta az eredményt, de hosszú távon biztos, hogy egy nagyon nagy segítség lett volna. Hozzáteszem, hogy azért olyan ö, kollégák dolgoztak ebben az ügyben, ö, mint Kaci Bantol, aki ugye később államtitkár volt István. Tehát, hogy, hogy tényleg a, a szakmai, meg, szakmai munkának az akkori, akkori képviselő azért tényleg jó, jó, irányokat mutattak. Úgyhogy ez volt, és például ide főiskolásokat vezényeltek adatfeldolgozásra. Tehát amit itt említettél, hogy, hogy milyen széles körből vontak be embereket, és milyen széles körű felderítés zajlott, és milyen nagy létszám. De kellett létszám ekkora adatbázis adatmennyiségnek a felhozatára. És az a félelem egyébként, hogy elveszik valahol adat, még így is teljesen megalapozott volt, és még így is majdnem hibához vezetett, hiszen a, a Sós Lajosra több bejelentés, ér, bejelentés is érkezett. A legelső az talán július 14-én, tehát négy nappal a, a emberölést követően, egy taxi utasa hívta fel a Sós Lajosra figyelmet, hogy Bordokocsija van, ih és egyébként a környéken, akik agresszív, bűnöző, de persze ez lehet egy indolatú bejelentésben nem állunk rosszul sajnos, de lehetett volna egy, egy objektív is. Ez bekerült a nagy rendszerbe, hogy, hogy van egy ilyen, és érdekes módon Sósnak az autóját ellenőrizték is. Megnézték, és az első szűrőn átment. Hm. Tehát nem találtak vérnyomat, és a festék minta sem egyezett. Ekkor egyébként Sós meg is nyugodott, és hát kezdett, kezdett egy kicsit úgy felengedni. Igen. Aztán jött egy bejelentés a volt kollégáitól, közben munkáját váltott, ő az István kórházban volt egyébként gépkocsi vezető, árubeszerző, és egy korábbi munkahelyén. Ugye öt általános iskolája volt, ha jól emlékszem. Igen, de maga az iskola nem biztos, hogy, hogy determinálja azt, hogy, hogy ezt elkövesső neki. Én azt gondolom, inkább a személyisége és a, a beállítottsága az, ami ezt így felszínre hozta. Eh, és ott már volt eh, évekkel ezelőtt a volt kollégáinak már egy kocsmai beszélgetésnél elkotyogta, hogy, hogy milyen jó lenne a Steinmetz-szobornál és rendőrt megölni. És ez a bejelentés azért már egy kicsit eh, fókuszáltabbá tette Csak az ő, ő ellenőrzését. Egyrészt ugye szó volt arról, hogy olyan gépocsia van, ott lakik, tehát sok-sok minden kezdett összerakni, hogy sok minden kezdett összeállni ebben a képben. Aztán az utolsó csepp a pohárban, ami egy célirányos felderítést elindított, az pedig a feleségének és a felesége akkori szeretőjének a, a bejelentése volt, ami már kimondottan azt mutatta, hogy sóslajos a rendőrgyilkosság elkövetője, és egyben megemlítették azt is, hogy 72-ben Török Bálinton is megölt egy, egy nőt, amiről egyébként hónapokkal korábban tettek már bejelentést. És kiderült, hogy tényleg még a nyár elején Érkezett egy ilyen bejelentés a török bálinti emberölésről, hogy Sóslajos megölte ezt a farkasnét, csak nem volt idő ezt akkor még végig ellenőrizni. Tehát, hogy abban az időben is néha voltak csúszások, amik, amik elmozdultak. El, el, a lényeg az, hogy augusztus közepére végére, tehát egy hónappal, szűk egy hónap alatt, azért összeállt egy kép, hogy ki lehet ennek a, a bűncselekménynek az elkövetője és egy célirányos felderítés vette a kezdetét. De azért ennek, ennek megvoltak a kis zsákutcái, például a, a, az SZTK-ban ugye hátra hagyták, vagy elrejtették a rendőrtől ellopott fegyvert, és aki, elrejt, aki megtalálta, egy idősebb nő, tehát nem az elrejtő, hanem aki megtalált és látta a portásnak, az eltűnt, mire a rendőrök kiértek. Tehát egy külön nyomozást kellett arra folytatni, hogy kitalálta meg ténylegesen a fegyvert, és ott is 170, vagy közel 200 főt ellenőriztek végén, vagy végig, és a végén kiderült, hogy akinek, aki megtalálta a fegyvert, és első körben a rendőrök kérdésére ezt letagadta, annak a fiát és miatt egyébként már elítélték. Tehát úgy mindenkinek fölcsillant a hogy, hogy, na akkor megvan, de aztán az elsőleges ellenőrzéseknél szerencsére sikerült őket teljesen kizárni. Nem is tudom, tehát milyen plusz energiát vett volna igénybe, hogyha ha egy, egy, Lukas Alibi vagy egy, egy gyanú megmarad. Rengeteg, rengeteg. Tehát, hogy azért rengeteg. az élet produkál furcsa dolgokat. Lényeg az, hogy augusztus közepére összeállt a, a kép a, a Sós Lajos és társaságáról. Itt sikerült azonosítani már a, a György Józsefet, a német Istvánt, meg egy jó pár olyan ö, vagyonelleni bűncselekményt, ami megadta az alapot ahhoz, hogy egy összehangolt ö, felderítést, egy összehangolt intézkedést megkezdjenek. És ennek lett az a vége, hogy október én először a, ö, a Sós Lajosnak a feleségét és a szeretőjét Fogták el, gépkocsi feltörések és hogyan elleni bűncselekmények miatt. Utána György Józsefet ö, 30 napra őrizetbe tudták venni a ref szabályok megsértésért, és akkor még egy magyarázattal tartozunk. Ref, Re mi, mi, ref szabályok. Ez mit jelent a ref szabályok? Rendőrségi felügyelet, rendőrhatósági felügyelet. az ugye ö, abban az időben, ahogy említetted, ez még a, a szocializmusnak a, a, a csúcsidőszaka. közösséges munka kezemben. Igen, és gyakorlatilag a közrend fenntartása érdekében a hatóság. Hozhatott olyan tiltásokat, vagy ö, meghatározhatott olyan magatartási szabályokat az arra érdemesnek vélt ö, személyeket, elsősorban a bűnözők felé, hogy milyen, ö, sz, milyen szórakozéket látogathatnak, mikor hagyhatják el az otthonukat, hol kötelesek tartózkodni, mikor kell a rendőrségen jelentkezni. Tehát... Hát Egy-két embernél be tudnám ezt most vezetni. Hát, hogy ez nem volt olyan buta dolog. Mennyire a lenne ez alkotmányos, mennyire nem ezzel lehetne vitatkozni, de hogy hatékony volt, az egészen biztos, és ennek a szabályoknak a megszegése miatt a György Józsefet is 30 napra ugye felügyelet alá lehetett venni. Majd ugye, kiderült az is, hogy a, a Sós Lajos még június 16-án, tehát 79. június 16-án, közel egy hónappal a rendőrgyilkosság előtt a munkahelyének az egyik bélyegzőjét, elvitte, illetve pontosan azt legálisan kapta meg, hanem az egyik kollégájának az igazolványával, amit jogtalanul vett magához, vásárolt autóalkatrészeket, és hát így egy csalást követett el, ami viszont jogalapot adott arra, hogy október 3-án őt is elfogják, és ez gyakorlatilag így, így szépen összerakta azt a képet, hogy kialakult az a kép, hogy alig három hónappal a a rendőrgyilkosságot követően az összes személy, az összes felmerült személy az a rendőrhatóságnak vagy a rendőrségnek a, a felügyelete alatt állt. Ugye a német Istvánt hagytam ki ebből a felsorolásból, ő, ő a Bartokbil úton tört fel egy gépkocsit, és ennek a, a gépkocsi feltörésnek a, az eredményeként lehetett őt is elfogni és, és őrizetbe venni. Tehát mindenki kéznél volt, és úgy lehetett egy kihallgatási taktikát megkezdeni, úgy lehetett egy felderítést elindítani, hogy, hogy gyakorlatilag mindenki Kéznél volt, nem kellett attól tartani, hogy összebeszélnek, nem kellett attól tartani, hogy elszöknek, bizonyítékot semmisítenek meg. És ennek az eredménye lett az, hogy október 18-án először a, a német István egy gyakorlatilag teljesen e, egész feltáró vallomást, tehát már a rendőrgyilkosságot is, e, és a, a borai, tehát a fiatalapának a fiatal meggyilkolását elmondta, aztán a sós is szépen elkezdett beismerésbe menni, és hát gyakorlatilag ekkor derültek ki azok az ügyek, azok az emberölések, amikről ugye korábban nem tudtak, a pénzügyőrnek a megölése, a volt munkatársnak a, a, vízbefolytása. vízbe folytása. a farkas. Hát igen, az, az, ugye tudat volt, uh -huh. de a rendőrgyilkosságot megelőzően a szórakozóiról hazavitt fiatalembernek a, a meggyilkolása. És mit tudunk ezeknek? Ezek az emberek büszkék voltak, vagy büszkén vállalták ezen bűncselekmények elkövetését a beismerés során? De a büszkeség nem nem mi, büszke. Mi, nem, mit, lehetett leszűrni, vagy mit lehetett Én el... azt gondolom, hogy ők eltökéltek voltak, és nem szégyelték. Tehát ilyen, ilyen nem volt, de nem volt bennük az a büszkeség, ami ami mondjuk más ügyben eh, találkoztam már, aki, aki arra várt, hogy elmondta, hogy igen, ezt én csináltam őket szerették volna, ez titokban marad, és, és ez, ez megmarad az ő titkuk, és a, ennek a hasznát, vagy a, az előnyeit tudják élvezni, elkövették, és azért azt ne felejtsük el, hogy ebben az időben volt halálbüntetés. És az alig pontosan tisztában voltak, hogy ennek a, a, a jutalma csak is a kötél lehet, ami egyébként a Sós Lajos és a György József tekintetében meg is valósult, és 80 október elsőjén, tehát alig egy évvel az elfogásuk, után végezték őket. Még egy kis ö, érdekesség: amikor a, a sós beismert egy újabb fajta mint akkor azt mindig a, a, ezzel a kifejezéssel jelezte, hogy van még egy kajakom ö, történettel. Ö, amikor megvolt a, a kivégzésük, akkor arról tudunk, hogy mi volt az utolsó kívánságuk? Hát ez a legendáriumnak a, a hagyománya nem, ugye. Kevés olyan ember van, aki akkor ott volt, de állítólag, és ennek azért valószínűleg van valóság alapja. Az utolsó kívánsága egy jó pörkölt volt, amit elfogyasztott, sőt, a maradékát még, még reggel, ugye a kivégzések azok hajnalban történtek abban az időben. A maradékot még akkor magához vette. Azért azt tudni kell, hogy ebben az időben Uh, amit itt ugye említettünk, hogy a halálbüntetés az, az szinte borítékolható volt. Érdekes módon a Varga László, aki ugye a pénzügyőr megölésében közreműködött, viszont csak 15 évet kapott. Ami a számomra egy kicsit furcsa. Tehát a, a, az aránytalanság, ugye a hivatalos személy elleni erőszak, vagy hivatalos személy sérelmére emberölésnek a minősítése, az nem állt meg, hiszen nem pénzügyőrként, nem, uh -huh. nem a pénzügyőri tevékenysége miatt ölték meg. Ez egy körülmény volt, hogy ő pénzügyőr volt. De azért ezeket a, az általában a bíró fejéből nehéz, nehéz félretenni, tehát az megvan. Nem tudom, hogy miért 15 évvel úszta meg. Ugye a német István a fiatalkorúsága miatt nem lehetett kivégezni, és az akkori maximumot 20 évet kapta. És hát az utóéletéről szerintem te tudsz többet mondani. Hiszen... Kitérünk rá mindjárt. De, de az, hogy milyen hidegvére idézőbetéve tartással fogadta vagy várta a halára ítéltetést Sós, az mutatja azt, hogy mielőtt a kötelet a nyakába rak rakták, akkor úgy köszönt el, hogy viszontlátásra uraim. Tehát ezzel is próbálta magát erősnek mutatni, és ő egy igazi gangsternek, banditának nevezte magát. Amúgy van információnk, adatunk arra, hogy a ítélet hirdetésnél ők hogy viselték a, magát az ítéletet, amikor kihirdette a bíró? Higgadtan. Tehát nem, nem hisztisztek, nem cirkuszoltak, nem könyörögtek kegyelemért, de nem is ért őket váratlanul tehát ők erre, erre, felkészültek. Azt lehet tudni, hogy az árkában korábban azért voltak kirohanásaik, és voltak, voltak nehéz pillanataik, sőt, nem csak a börtönben, hanem már azt megelőzően, tehát ugye a feleség és a feleségnek a szeretője a régmúltról azért mesélt, és sokszor mondta azt, hogy gyilkos vagyok, kötélem fogom végezni, és akkor, akkor általában azért eltört ott a mécses. De hát kifelé ezt a, ezt a fajta sérülékenységet, vagy ezt a fajta gyengeséget ő soha nem mutatott. Ő mindig egy erős férfinak akarta magát mutatni. Sós nem tudta, hogy a feleségének van szeretője, mert lehet, hogy. Te tudta, áldását adta rá. Tehát a, a szeretővel a felesége külön háztartásban élt. Ja, értem. Tehát nem, nem egy klasszikus megcsalás, vagy egy titkos kapcsolat volt ez. Hát ugye azt említettem, hogy a feleségének a foglalkozása az prostituált volt, tehát nem, nem állt. igen. Igen, távol ez, ez a fajta szabadjávűség, és így ő, ő gyakorlatilag külön is élt. Azt is hallottam, hogy a, a bíró, aki ugye kiszabta az ítéleteket, a, a némettel kapcsolatban is tett talán egy olyan kijelentést, hogy neki is halálbüntetés járna, mert olyan a személyisége, a gátlástalansága, ami így a tárgyaláson vagy az egész nyomozás során kiderült? Hát az tény, hogy Soslajus is azt állította, hogy a társaságból a legkegyetlenebb, a legagresszívebb, a leg legbrutálisabb az a kisnémet volt. Tehát uh -huh. az tény, hogy ha, ha ez a sorozat ekkor nem szakadt félbe, akkor ezt nem lehetett volna tudni, hogy hol áll meg, és, és a német milyen szerepet, vagy milyen bűncselekményeket követel, akár a sósékkal, vagy akár más társága, vagy egyedül. Tehát, tehát ő egy ketyegő bomba volt, mint ahogy szabadulását követően a bomba meg is föl is robbant, hisz 2000-ben szabadult, aztán majd élettársi kapcsolatot létesített egy hölgyel, akinek volt már egy leánygyermeke, a kettői kapcsolatából lett egy közös fiúgyermek, és 2019-ben emeltek vádat Heves megyébe, ha jól emlékszem, a, a némettel szemben szexuális erőszak miatt, hiszen a saját gyerekét is, illetve az élettársának a kislányát is szexuálisan abuzálta, illetve Petőfi Attila vezérőr nagy és csapata 2021-ben felderített egy Budapesten elkövetett emberülést, a Kútvölgyi Kórház közelében lévő erdőben egy hajléktalan halt meg, oly módon, hogy rágyújtotta akkor még ismeretlen tettes a bungalóját és abban bennéget, úgyhogy a nyomozás során kiderült, hogy ezt a bűncselekményt is a német követte el, úgyhogy várja a, ezben is a büntetés kiszabását. Jól tudom, ott az élet, hogy meg is kapta első fokon, tehát ott az még... az előfordulhat nyilván már egy ilyen háttérrel, egy ilyen idézőbetéve szakmai múltal rendelkező ember, de ott van jó helyen, ahol van most, azt gondolom. Nagyon jól informált és értesült voltál a, ebben a, az ügyben, ezekben a bűncselekményekben. Megkérdezhetem, hogy ez miért van és hogy van? Hát. A, miért? Csupán, hát az, csupán az érdeklődés. Nem, Az érdeklődés az, az vezethet, vagy van. Van, van mögötte más is. És nagyon nagy szerencsém van. Sikerült pontosan feladatom volt ennek a, a nyomozásnak az iratait, felülvizsgálni és a selejtezéséről dönteni, és, és nagyon érdekes jegyzőkönyvek, dokumentumok, nagyon érdekes helyszíni anyagok, eredeti minisztereknek, miniszterhelyetteseknek készült összefoglaló jelentéseket. Sikerült olvasnom. És hát egy, azt gondolom, egy rendőrnek ez, ez egy, egy szakmai kuriózum. Tehát egy... Ú, nyugtás meg, hogy nem se lejtezték le. Megvan még. Hogyha... Megvan még. Én azt gondolom, hogy ez, ez egyébként a történelem, a kriminalisztikai történelemnek a, a része. Tehát részben azért, mert rendőrgyilkosság, részben azért, mert gyakorlatilag egy, egy sorozatgyilkosságnak, egy 15 évet fel is, be, átívelő sorozatgyilkosságnak a, 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 a dokumentációja. Hát másrészt pedig egy kicsit, kicsit olyan, olyan, kordukmentum is, hiszen azért ezek tartalmazzák ezek az iratok a, az akkori bűnügyi helyzetet. Ugye akkor évente olyan 130 ezer mint követtek el, voltak olyan kiemelt ügyek abban az évtizedben, vagy azokban az években, mint a 77-es Hungária körúti kettős OTP, vagy az OTP-ben elkövetett kettős gyilkosság, akkor volt a, a miskei féle gyilkossága halászbást, nem, amikor egy 8 éves kislányt erőszakolt meg és ölt meg, akkor volt ö, a Hársegyen egy Molár Henrik nevű ö, férfi, egy 13 éves kislányt ölt meg, és a vele lévő 14 éves fiút megsebesítette, majd feladta magát a rendőrségen. Tehát, hogy azért az akkori kollégáknak nagyon nagy teher volt a, a vállukon, volt egy gyújtogatás sorozat, aminek szintén volt halálos áldozata. A jóval több életes balhé volt abban az időben. Igen. És nem, nem mindegyik háztartási. Igen, tehát ismeretlenes. Azok a klasszikus emberülések, Igen. amiket tényleg nyomozni kellett. Jól van, köszönöm szépen a, a beszélgetés, nagyon érdekes volt. Remélem a hallgatók és a nézők számára is. Jövő héten csütörtökön újra találkozunk, addig is vigyázzanak magukra. Viszontlátásra, minden jót kívánok. Viszontlátásra mindenkinek.